nagyon sokat törtem a fejemet, hogy mi legyen ennek a beszélgetésünknek, együtt gondolkodásunknak a címe. Arra jöttem rá, hogy valami egyet ki kellene választani, és attól még sok minden más is előkerülhet, szóba kerülhet. Lehet olyan, hogy szovjet jelenlét magyar földön és a megtorlások Sztálin halála után. Lehet olyasmiről is beszélni, hogy szovjet tanácsadók és magyarországi megtorlások. De itt nem a tanácsadók végezték csak a megtorlásokat. Itt adott volt, mondjuk a 50-es éveket, Rákosi kormánya, Nagy Imre kormánya, aztán jött még egy Nagy Imre kormány, de az már a forradalom alatt volt, és utána jött a Kádár kormány. Ha ezt a periódust úgy együtt vesszük, szovjet tanácsadók mindig voltak, és itt csak az volt a különbség, hogy milyen intenzitással vettek részt a publikus megtorlásokban, a kivégzések elindításában, és ugyanakkor mennyire parírozott a magyar fél, és mennyire asszisztáltak nekik a Kádárféle rendszer például, de korábban a Rákosi, majd a Nagy Imre kormány alatt a különböző magyar hatóságok. Mert nehogy azt higgyék, hogy Kelet-Európában, és ez egy városi legenda egy kicsit is, valamikor nagyon régen, amikor fiatal voltam és diák voltam, én is ezt, ahogy mondta Dani szokás, bevettem a kefét, én is elhittem ezt, hogy Sztálin halálával hirtelen nagyon sok minden megváltozott. Sok minden megváltozott a megtorlások területén, de nem minden. Mielőtt Magyarországra rátérünk, nem baj, ha egy pár dolgot többi országból is szeretnék felsorolni. Csehszlovákia. Csehszlovákiában politikai perek folynak. A politikai perek elindításában, Sztálin nyomására, a szovjetek nyomására, de önként is dalolva nagy szerepet játszott Klement Gottwald, Csehszlovákia akkori vezetője, köztársasági elnök, a párt első embere. Na most ő megbetegedett Sztálin temetésekor, és ahogy mondani szokás, az ördög elvitte őt magával, 2 hétig nyomta az ágyat, itt vannak legendák, hogy esetleg öngyilkos lett, vagy mi a fene, nem biztos. Én úgy látom, hogy nem, de meghalt, és helyette pedig a 68-as dolgok főszereplője, sőt korábbi dolgok inkább főszereplője, Antonin Novotny került. És Novotny megosztva a hatalmat egy másik pártmunkással, szakszervezetővel, Zapotockival, nem állították le a kivégzéseket. És a csehszlovák belügy, a csehszlovák állambiztonság teljesen össze volt fonódva a szovjet tanácsadókkal, és az állambiztonságon belül a szovjet tanácsadók egy külön kasztot képviseltek, ők nem tanácsadók voltak, ők bejártak, és mindig, még 68-ban is, még Dubcsek alatt, az emberarcú szocializmus alatt volt egy szovjet főtanácsadó, egy tábornok, aki bent volt a csehszlovák belügy épületében, és gyakorlatilag mindig és minden rajta múlt. 54 végén hozták az utolsó halálos ítéletet a nagy perekben, és 55 elején kivégezték az utolsó embert. 54 és 55 elején is Sztálin kezét csókolom, 1953. március 5-én halt meg. Tehát ez Románia. Romániában folytak szintén a politikai perek, és ott már Malenkov, az új szovjet miniszterelnök, Sztálin utódja, aki egy véreskező ember volt, művelt úri családból származott, attól még egy borzasztó gazember is volt, ő személyesen is verte a kihallgatások során, pártmunkás lévén, a 2. számú vezetője volt egy ideig a szovjet, politikai elitnek, és ő személyesen verte az embereket. És még Malenkov is leült tárgyalni György Udézssel, és azt mondja neki, György Udézs volt Ceausescu elődje, a román párt élén állt, és azt mondotta volt, Dézsevtárs, részint meg kell osztani a hatalmat. Nálunk is, én vagyok a miniszterelnök, Hruscsovtárs a pártvezető, tessék lépni a téren. Hát ez úgy, ahogy megtörtént. A másik dolog, hagyják abba a kivégzéseket. Mindent megígért Dézs, először hümmögött, azt mondta, no de hát maga Gromyko elvtárs, a külügyminiszter helyettes, ő írt nekem egy táviratot valamikor 53 elején, hogy miért mennek ezek a kivégzések, a megtorlások vontatottan.
Erre azt mondta Malenkov, ez akkor volt, ez akkor helyes volt, de most már nem helyes. De és hazament, és 54-ben, nem is 53-ban, Sztálin halála után több mint egy évvel kivégzik a párt legműveltebb emberét, ősi bojár családból származó politikus, Lukréció Patraskánut, kivégzik, annak már addig levágták a lábát, mivel kihallgatások alatt annyira megkínozták, ő volt a román kommunista párt esze, és se szeri, se száma, hogy Csehszlovákiában is, az egyszerű embereket, akiket sorra végzik ki. Magyarországon egy fordulat van, Magyarországon új szakasz van, Magyarországon Nagy Imre kormány van. De tessék megnézni a kiadványokat, a forrásokat, bőven bebörtönöztek embereket, és kivégzésekre és megtorlásokra is sor került. Például 6 állatorvos, agronómusok, bocsánat, és állatorvosok voltak vidéken, leveleztek, hőmögtek, beszélgettek arról, hogy ez az egész rendszer népelnyomó, népellenes. Összehoztak egy provokátor került közéjük, összehoztak egy ellenzéki ilyen összeesküvő csoportot, ezeket sorra végezték ki valamikor 54 végén. 55-ben, sőt 56 elején is vannak még letartóztatások. És én már nem megyek Bulgária irányába, nem megyek Nógydácu Jugoszlávia irányában, ahol Tito alatt bőven vannak letartóztatások, és bőven vannak kivégzések, mert Tito alatt 54-ben és 55-ben, aki már nem Sztálin barát, mert Sztálin meghalt, de mondjuk Hruscsov Malenkov barát és szovjet barát, ami Hruscsovnak nincs meg ez a bizonyos nagy kanosszajárás, aki próbál szervezkedni, stb., azt elküldik a Góli Otok nevű szigetre, ahol önkormányzatot alkotnak az ott bebörtönzött rabok, és mindenkinek, aki megérkezik, és nem hajlandó a szláv, az ortodox szokások szerint egy ilyen kollektív gyónásban részesülni, annak végig kell menni egy ilyen sorfalon, ezt szinte a Római Birodalmat idézi elő, a légionáriusokat akkor így büntették, és akkor a rabtársak, akiknek választani kell, vagy dorongol velem a társamat, aki nem tört meg rögtön, vagy nem velem, de akkor nekem is végigmenni ezen a sorfalon. Hát ki az az ember, főleg akinek, és ez nem csak jellemkérdés, ez fizikai bántalmakat nagyon nehéz volt elviselni, és ez nem csak fizikai bántalmak volt, ezek lelki bántalmak. A Góli Otokot bebörtönzött embereknek legalább a fele hithű kommunista volt. Egyébként nagyon igazságtalan, azt mondjuk, hogy Titoféle Jugoszláviában csak az a 7000 katonatiszt, vagy csak az 54000 pártag szenvedett, a felük börtönbe került, akik Szovjetunió és Sztálin mellett voltak. Nekik nem is volt talán igazuk ebben, de nekik szenvedni kellett, mint a nép ellenségeinek, és a volt társaik kivégezték őket, stb., de és mi van a többi 280000 emberrel, mi van a gazdag jugoszláv parasztokkal, mi van az ortodox pópákkal, mi van a horvát katolikus pópákkal, Stepinac püspökkel, mi van, én azt hittem, mindig hivatkozok erre, hogy ezerszer messiások a magyar messiások. Én azt hittem, hogy a délvidéki mészárlás a csúcs. Akkor bementek a Tito partizánok, akkor egy olyan mészárlást rendeztek, de én most tudtam meg, és a világ most tudta meg, a számadatok előjöttek, az olaszok száma, én nem vagyok egyébként híve a számháborúnak. Szörnyű a magyarok sorsa, szörnyű a bácskai és a bánáti svábok sorsa, de legalább olyan szörnyű az olaszok sorsa, akik ráadásul többségükben nem is olyan olaszok voltak, akik a Mussolini féle Itáliának a hívei, vagy mit tudom én, a horvát féle államok segítették. Ezek olyan olaszok voltak, az olasz hadsereg részint katonái és egy tisztjei, akik a Mussolini utáni kiugrás idején Horvátország és Szerbia és Montenegro és Albánia területén állomásoztak és arrébb húzottak, és az erdőbe mentek, összefogdosták őket, és mert olaszok voltak, plusz az isztriai olaszokat is, hogy több szláv legyen, egyszerűen elkapják őket és kivégzik. 55 is, és 54 is, és 53 is. Tehát, ha megnézzük, a megtorlások folynak, és hogy még egyszer Magyarország is szóba kerüljön. Nos, Magyarországon 56 februárjában, és márciusában, és áprilisában egy jó pár ember úgy került börtönbe, nem túl sokan, és voltak kisebb perek is, akik terjesztették a
különböző úgynevezett népellenes híreket, többek között terjesztették a újvidéki magyar szónak azon számait, ahol megjelent Nikita Hruscsov titkos beszédéből megjelentek kivonatok, és ezek Lengyelországon keresztül és Jugoszlávián keresztül Magyarországra itt eljutottak a hírek erről, mert nálunk a legnagyobb tabu és a legnagyobb titok volt Hruscsov beszédének a részletei. Ki tudja, hogy mikor jelent meg legálisan, oficiálisan, mikor jelent meg Hruscsov beszéde, titkos beszéde magyar nyelven? De nehogy tippeljenek nekem, de ki tudja körülbelül, ki látta, vagy ki olvasta esetleg, ilyen kis brosúrában megjelent. Tudják mikor? Kádár János temetése utáni héten. Kádár János temetése utáni héten. Akkor a Kossuth kiadó, a párt kiadója, úgy látszik, egy üzletet akart ebből csinálni, nem nagyon ment ez már. Tehát 56-tól ennyit kellett várni, és az előző évben nem nagyon jelent meg. Egyszerűen nem tudom, miért ez egy olyan nagy titok volt, amikor ehhez képest ott van Szaharov, nagy másként gondolkodó, ott van Szolzsenyicin, ott vannak a különböző regények, ott van magyarul például, minden kényszer nélkül, százféle könyv memoárszerű, vagy ott van Arthur Londonnak a regénye, az ő börtön éveiről, vagy ott van Szolzsenyicinek, Iván Gyenyészovics egy napja, meg aztán nem is beszélve a Gulág szigetvilágról, szigetcsoport, különböző fordítás van, kétféle fordítás is van. Ez a beszéd ilyen későn látott napvilágot. Most annyi tény persze, hogy a szovjet tanácsadók Magyarországon, akik óriási szerepet játszottak korábban, és mikor szó volt arról Bériáról, hát múlt egyik foglalkozáson szóba hoztam azt, hogy Bériának az volt a terve, miután Béria lecseréltette társaival együtt gyakorlatilag Magyarországon a kormányt, és Rákosi a kormány élén Nagy Imre váltotta, Bériának az volt a terve, hogy mivel Gerüern lesz a keménykező, kipróbált moszkovita politikus lesz a belügyminiszter, ez mégsem elég. Ez egy új belügyminiszter, ez nem elég, hanem egy szovjet elvtárs legyen a magyar kormányban a belügyminiszter első helyettese. A magyar pártvezetés, Rákosi, Nagy Imre, Gerő, mások hümögtek, nem nagyon örültek ennek, azt mondták, hogy hát a népellenes elemek mit fognak ehhez szólni, hogy elterjed majd, hogy itt egy szovjetet tettek a nyakukra. Erre azt mondta erre Béria, hát nem baj, akkor legyen az itteni vezető szovjet államvédelmi belügyi tanácsadó, ő legyen a belügyminiszter. Mert hogyha küldünk, ez igaz, egy embert, ő nem ismeri a magyar viszonyokat, ezek az itteni tanácsadók valamennyire tudnak már magyarul, majd kiválasztunk egyet. Aztán Bériát letartóztatják, és az egész lekerül napirendről. Rákosi Mátyás szeptemberben elmegy Moszkvába, és befújja Bériát a utódainál, a Bériát börtönbe tartó többi szovjet vezetőnél, Molotovnál, Malenkovnál, Hruscsovnál, hogy micsoda disznó tervet eszelt ki Béria. És úgy a nyakába varják, ez nem Béria véleménye volt, az a szovjeteknek volt a véleménye. Az utolsó pillanatig, tudják mikor hivatalosan, de csak hivatalosan és csak egy pár napra szűntek meg a szovjet tanácsadók, mint vezetők a belügybe, az államvédelemben, a rendőrségen, az uránbányákban, és még egy csomó más, az ügyészségen is másod, de testületileg egész Kelet-Európában, Kínában nem, 1956. október 30-án Magyarországon is. És pár nap múlva vagy visszatértek, mint tanácsadók, vagy visszatértek, mint konzultánsok, diplomata fedésbe, aki az uránbányában volt egy belügyi tanácsadó, és vigyázott mondjuk Pécs mellett az urán, magyar uránium bányák mondjuk sorsára, vagy őrségére, visszajött mérnök fedésbe, és így tovább, ezek fedésben dolgoztak. Ezekben a kelet-európai úgynevezett népi demokráciában a követségeken a tiszteknek közel kétharmada fedésben dolgozó hírszerző, kémelhárító és belügyes, és a többieket pedig kötelezték, hogy segítsék a munkájukat, és pontosan mindenki tudta a követségen, hát nem voltak olyan balfékek, mint most az a
hattagú csoport, szovjet hírszerző csoport Hollandiába, akik lebuktak most, mert a nemzetközi intézet Hágában működik a vegyi fegyverek betiltására, és ők úgy érkeztek oda diplomata útlevelekkel, hogy onnan kiber támadást intéznek az intézet ellen, minden információt kiszednek, csak hogy az ostobák mutatták a nagyon feltűnt már a Sipoli repülőtéren, az Amsterdam mellett, hogy ugyanaz a sorozat a diplomáciai útlevélnek. Ugyanaz a sorozat, mit tudom, 2021, 2022, 23, 5. És az egyik még spórolós gyerek volt a szovjet kémek, vagy bocsánat, az orosz kémek közül, Freud, lapsus lingua, spórolós volt, mert ő a GRIO, a katonai hírszerzős épületéből kiment a repülőtérre külön taxival, és elrakta a taxicsekket, mert hát spórolni kell, majd ha visszamegy, akkor behajtja a katonai hírszerzésnél. Csak hogy az a taxicsekken oda van írva a cím. Oda van az az utca, ahol a GRIO épülete van, és hát gyönyörű, és az egyik pedig egy másik, egy saját különbejáratú laptopot vitt magával, ez egy tegnap előtti hír, nincs olyan sok köze ennek az előadásnak, ez áprilisban volt, de most tették ezt közzé, Angliába és Hollandiába, és a laptopból kiderült, hogy amellett is, hogy ő katonai hírszerzésnek ilyen kiber munkákat végzett, betört ide-oda, Svájcban, Rio de Janeiroban, Spanyolországban, Vatikánban próbálkoztak, ez az illető még pénzmosással is foglalkozott saját zsebre, és ez gyönyörűen naplószerűen ki van nála mutatva, most akkor ez nem lehetett. Akkor ezek komoly fiúk voltak itt, nem csak keménykedtek, nem csak kivégeztek, itt egy nagyon komoly Kelet-Európában gyakorlatilag egy kisebb beosztású, egy kisebb sarzsit viselő szovjet tanácsadói belügyi állambiztonsági csoport sokban összefogta az egészet. Miután megalakult a Kominform, a kommunista pártok tájékoztató irodája, aminek egyik feladata volt az egyházzal egyházellenes küzdelem, akkor minden szovjet követségre egy olyan belügyest küldtek Budapestre is, aki csak egyházi dolgokkal foglalkozott. Neki magyar református egyházzal, de főleg a katolikus egyházzal, kisrészt a zsidó és az evangélikus egyházzal, a szektákkal egyáltalán nem, ezt rábízták teljesen a magyar egyházügyi hivatalra, nekik ezzel kellett foglalkoztak. A követségen volt egy belügyes, nem diplomata, hanem belül, követségen tisztában voltak. Ez katonai hírszerző, ez civil hírszerző, már csak azért, mert akkor se bent ez. Másképpen, amennyiben valaki rezidens volt, vagyis összefogta a munkát, annak olyan hiába volt, hogy csak első titkár, hát nem mondom, hogy portás, de egészen kis technikai műszaki beosztott, de ő a rezidens vagy annak a helyettese, aki neki egy olyan kocsija volt esetleg Budapesten, egy nyugati kocsi volt, már a Rákosi rendszer alatt. És mondjuk egy szovjet átlag diplomatának esetleg spórolás jegyében egy Pobeda kocsi, vagy később egy Volga kocsi járt, és ez volt nyugaton is, nagyon sokszor. Ilyen dolgok alapján olykor a kémelhárítás, a nyugatiak nagyon jól kiszűrték az egészet. Meg is verették sokszor a különböző vezető szovjet diplomatákat, vállalva ezt, így akadtak bosszú állni ezért. Aztán rájöttek, hogy nem voltak hülyék, az orosz hírszerzők sem, és akkor csináltak ilyen álhírszerzőket, vagyis hírszerzőket, de mintha ő lenne a rezidens, és közben pedig majd, hogy a portás végezte a, mint tudom én, a felderítők irányítását, miközben a tulajdon munkáját is el kellett neki végezni. Magyarországon Rákosinak volt egy külön belügyi állambiztonsági tanácsadója, ki kettő is ilyen, a 40-es évek végén és az 50-es évek elején. Ezeket a Rákosi ki nem állta. Az egyiket úgy hívták, hogy Jevdokimenko. Ez a Jevdokimenko állandóan panaszkodott Moszkvába Rákosira, hogy Rákosi üldözi azokat a szovjet diplomatákkal kapcsolatban álló magyar államvédelmi vezetőket, mint például Péter Gábor, másokat, akik minden információt azonnal átadnak a szovjeteket. Én nem védem Rákosit. Rákosi, ahogy mondani szokás, nem volt matyó hímzés. De Rákosi Mátyás annyira féltette a saját hatalmát, és annyira be volt kötve Sztálin titkárságára, hogy ő ki nem állta azt, hogy az ő háta mögött nem csak hogy Farkas Mihály vagy Gerő Ernő, de egyáltalán valaki szovjetekkel magas szinten kapcsolatba álljon. Kapcsolatba állhat, de akkor az ő tudtával. És Rákosi például, amikor a Rajk per előtt egy csomó információ kiment,
utasította Kádár János belügyminisztert, hogy nézzen utána, hogy az AVH melyik vezetője szivárogtat ki információt a szovjeteknek, ebben nem látott semmi bűnt és bajt, de az ő tudta nélkül. És erre a bizonyos Jevdokimenko alezredestekre Rákosi annyira begurult, hogy külön írt egy levelet Sztálinéknak, hogy vigyék a francba őt Magyarországról. El is vitték. De hát a szovjet vezetés Sztálin halála után úgy látszik vicces, vidám fiúkból állt. Ki emlékszik, volt egy ilyen együttes Magyarország vidám fiúk. Emlékeznek? Először hárman voltak, aztán ketten, aztán már egy. De hát ez a sors, kiesnek az emberek a szitán. Néha úgy gondolok magamra is, hogy miért vagyok én itt. Hát nekem már nem itt kellene lenni, hanem valahol, ha jó voltam fönt, ha rossz, akkor lent. De hát az ember van még. Na mindegy, ezek nem olyan nálam sokkal idősebb emberek voltak pedig. Nos, vidám fiúk voltak, mert Rákosit száműzik Kádárék kérésére Krasznodárba. Krasznodár az egy észak-kaukázusi város. Miért oda száműzték Rákosit? Nem azért, mert jó ott a klíma és nagyon olcsó a szőlő, nem. Abban a városban a KGB főnök Jevdokimenko volt. És neki kellett Rákosit felügyelni. És amikor bement Rákosi irodájába Budapesten, haptákba, és természetesen őt nem motozták meg, mint annyi más ember, és természetesen neki azonnal hozták a kávét, és Rákosi így felemelte a széket, és így alátolta. Ott pedig, ha nagyon bement a helyi lap szerkesztőségbe, és ott óbérkodott Rákosi, vagy valamelyik faluba lement, és kifogásolta, hogy a kolhoz nem dolgozik, jó? Jevdokimenko, hogy amikor behívta és üvöltött vele, azt mondja, Rákosi elvtárs, maga itt vigyázzon, maga nem egy jó fiú most itt, én itt vagyok. De maga egy beosztott, de fordított a helyzet, nem úgy, mint Budapesten. Na mindegy. Két fő tanácsadó volt, és mindenhol voltak tanácsadók. Volt egy rövid időszak, amikor a magyar hadsereg a határőrséggel, amely akkor nem volt a vezérkarnak alárendelve, a belügyi karhatalommal, az AVH-val, de a fegyveres AVH-val, és vámőrséggel, pénzőrgyőrökkel, mindenkivel Cuzámet, volt egy olyan időszak, akkor megközelítette a írd és mond 200 ezer embert. De most háború után, békeidőben, 50-es évek elején, és Rákosi már levelezett és dicsekedett, és Farkas Mihály, aki abszolút tudatlan volt katonailag, ezek dicsekedtek, hogy még inkább felemelik az egészet. De most ők se voltak azért hülyék. Tisztában voltak, hogy ez óriási módon ennek a hadipari, logisztikai, és egyáltalán el kell ezeket mind tartani, etetni ezeket az embereket, tanítatni. Micsoda tisztikar kell egy ilyen hadsereghez. Ez annyira kiszipolyozza a magyar költségvetést, ki is szipolyozta, és plusz én nem olyan rég találtam Moszkvában a levéltári forrásokat, hogy az itt dolgozó sok ingyen élő szovjet tanácsadót, akitől elég rossz tanácsokat lehetett azért kapni, nem csak aljas gazemberek voltak, akik belügybe, de mit keresett a magyar fejlett, mert a két világháború között nagyon fejlett volt már a magyar építőipar, sőt monarchia alatt is, ide küldtek szovjet mérnököket, hát és ők tanították a magyar munkásokat, hogy hogy kell a téglákat egy kézzel vagy kézzel, két kézzel rakni. Ide küldtek agrár szakembereket, akik oberkodtak itt, hogy Magyarország a gyapott országa lehet, olyan lehet, hogy mi Üzbegisztán, meg mit tudom, hadipar fontos termékkel lehet a gyapott, és így tovább. Tehát borzasztó volt. Küldtek ide mondjuk egy Pudovkin világhírű, valamikor modern filmrendező, de ő is 5 hónapig részegeskedett, és beleszólt a magyar filmekbe, vagy nem nagyon szólt bele, csak úgy magyarázta a magyar rendezőknek, hogy nem az a jó, amit csináltok, hanem az a fontos, amit kérnek tőletek. Én azért vagyok alkoholista, mert tőlem mindig kértek, és én nem olyan filmeket csinálok. Én a 20-as évek végén, 30-as évek elején egy világhírű rendező voltam. Fél világ ismert engem, most pedig hát én annyi Sztálin díjat kapok, ahány filmet csinálok, de mit értek vele? Ha berugott, ilyeneket mondott a magyar filmrendezőknek. Ilyen kevés volt. Ő egy világklasszis volt. Magyar katonai fősebész, és egy ideig a magyar fősebész általában, Petrovszky professzor, világhírű ember volt. Ő csinálta meg az első szovjet színműtétet valamikor. Én nem mondom, hogy olyan volt ő pont, mint a Bernard professzor, de majdnem. Ő volt itt az 50-es években, mint fősebész. Én beszéltem egy 56-ban letartóztatott és valami 6 évet
Péterfi kórházban volt orvos az illető, ő dolgozott mellett, és jófokon egyszer odajött, és mi leültünk utána, ezt mondta, hogy 6 évig volt börtönben, de ő például az 50-es években, mi a kárpátai ruszin volt, ismerte ezt a Petrovszkit, azt mondja, óriásit tanultunk tőle, olyan keze volt, olyan műtétek, hogy nem nagyon szólt bele negatívan a magyar egészségügyben. Akkor is a magyar orvosok nagyon jók voltak. Hát amikor Koreából kiküldték a Rákosiról elnevezett magyar kórházak, ezek az orvosok remekeltek, és ott nem csak szovjet orvosok voltak, és nem csak lengyel orvosok, de voltak ott kínai orvosok, akik nyugaton tanultak, akik Sorbonne-ra jártak, akik Münchenbe tanultak a két világháború között. Voltak ott még japán orvosok, nem tudom, hogy kerültek oda egy párat, azt mondják, hogy per doktor, aki a traumatológus vezető volt ennek a kórháznak, ennél jobb nem volt. Tehát érdekes mondani, itt nagyon sok ingyen élő tanácsadó volt, visszajöttem a témához tanácsadók, és ezek bizony sokba kerültek a Magyarországnak. Na most 56. 56 előtt volt egy év, ami nagyjából olyan volt, mint a rendszerváltási év. Egyik pillanatról, másikról, két év talán Magyarországon minden majdnem átértékelődött. Ez a bizonyos 4 betű, ugye emlékeznek egy páran, diákjaim nem biztos, de ugye KGST. Emlékeznek erre? 4 betű. Hát itt valamikor 88-ban, 89-ben még létezett a KGST, de már valaki bement egy ilyen mondjuk a KGST magyar részlegénél dolgozó mérnök egy gyárba, mondjuk tegyük fel a gumigyárba, vagy bemegy egy bármilyen magyar kisebb üzembe, és azt mondja, KGST megbízást hoztam, hát kifelé azt mondták, kiebb tágasabb. De korábban ezt nem lehetett. 56-ban teljesen minden átértékelődött, 56-os forradalom egyik fő követelése, szerintem ez irányos követelés volt, nem lehetett volna már eladni a világpiacon, de igaz, hogy a szovjetek nagyon olcsón kapták, hogy magyar urán magyar kézbe, tehát az urániumbányák. 56-ban már nem az a fő követelés, akik a külügybe dolgoztak, és a külkertbe, és a követségeket hithű kommunisták. Isten tudja, honnan jöttek nagyon sokan az AVH sűrűn, még ők is a nyugati szerződéseket. Rákosinak az utolsó találkozása egy német diplomatával volt, és aki puhatolózott, nem tudom, hogy járt Budapesten, és véletlen találkozás volt egy követségi fogadáson, és azt mondta neki, hogy előbb-utóbb felveszük Adenauer úrral a diplomáciai kapcsolatot. És amikor Rákosi fogadta az osztrák követet, akkor azt mondta, hogy felvirágoznak, ez egy új K&K lesz. Tudja, hogy én Szabadka környéki vagyok? Tudja, hogy én a K&K alatt nőttem föl? Ez egy új osztrák-magyar monarchiát fogunk magukkal csinálni. Én még egyszer azt mondom, ő egy gazember volt, ő egy véreskező ember volt, de még ő is látta, hogy a magyar ipar, a magyar kereskedelem a szovjetekkel, a lengyelekkel cserébe mondjuk elég rossz minőségű lengyel széntermékekért, mert ezek barter cserék voltak sokszor, nem nagyon mehet előre, itt gazdaságilag ki kell valahogyan törni. Ez volt 56-ban. És bizony a szovjet tanácsadók elkezdtek behúzott nyakkal járni. Nekik volt egy külön besúgó rendszerük. Látják, én megírtam egy nagyon részletes vázlatot, marha tudományos vázlatot, hogy mi következik miből, de hadd mondjam el inkább, ezek most jutnak úgy eszembe, ezek fontos dolgok. 56-ban ez a rendszer sokban összeomlott. Nem akárki volt akkor itt a szovjet tanácsadó. A szovjet tanácsadó Jeliszejev ezredes, ő csak ezredesnek volt álcázva Magyarországon, ő 3 csillagos tábornok volt. Rövid ideig a háború előtt Finnországban még nagykövet is volt. Ő a finnországi és a skandináviai szovjet kémhálózatnak a vezetője volt. A Rákosi külön kérésére ide küldték, és ő egy nagyon komoly szellemi képességű ember volt. Ha igaz, sokat tudott, ezt negatívan mondtuk persze, Raoul Wallenberg. Ha igaz, még a Wallenberg ügybe is, nem itt Magyarországon, de később a Szovjetunióban benne volt, de ez egy másik hosszú történet. A nagykövet Júri Andropov volt Magyarországon, akkor még nem volt KGB elnök, mint később, akkor nem volt magasrangú pártmunkás, mint később, főleg nem volt a párt első embere a Szovjetunióban, mint később, de Júri Andropov azért volt Magyarországon sokban, hogy véget vessen a Nagy Imre kormánynak, véget vessen az úgynevezett erjedésnek, az úgynevezett nem közvetlenül Moszkvára bekötött politikának mindenben, és Júri Andropov
amikor nagykövet lett, Jurij Andropov nagyon sokat tett azért, hogy Nagy Imrének vége legyen, kizárják a pártból, és így tovább, és így tovább, és Jurij Andropov nagyon nagy érdemeket szerzett Moszkvában. És 55 szilvesztere előtt Molotov, akkori szovjet külügyér, felhívta Andropov nagykövetet, és azt mondta, hogy Andropov társ, nagyon bízunk benned, kiváló ember vagy. Nem véletlenül én emeltelek ki Karéliából, ahol pártmunkás volt, egyébként zárójelben, az egész párt, karéliai pártszervezetet Andropov kivételével 49-ben és 50-ben kivégzik és letartóztatják. Ki az a még megmaradt Andropov? Ő volt a vád tanúja. Ő volt a legnagyobb besugó egész Karéliában. Na mindegy. Én ezt egy tábornoktól hallottam, egy nyugdíjas szovjet tábornoktól, aki a karéliai partizán mozgalom vezetője volt, akkor még Leningrád volt, de már a vége volt ez, szovjet rendszer vége, és vele összehoztak másként gondolkodó idős ismerőseim, akivel ő együtt volt a Gulágon és a Vlagyimiri börtönben. Ő akadt velem, hallott, hogy én jöttem kutatni, oral history beszélgetéseket, vagyis végezni, és ő velem nagyon akart találkozni. Csodálkoztam is, egy rendes ember volt a maga módján. Soha nem vették vissza a pártból, nem rehabilitálták, mert a Gulágon van ilyen, higgyék el, hogy van megvilágosodott. Ő egy antikommunista lett. Ő volt 48 végéig a karéliai pártszervezet első titkára, korábban a pártizán mozgalom vezetője. Miért akart velem találkozni? Nem azért, mert én nagy kiválóság vagyok, azt mondja, neki volt egy legjobb barátja, aki magyarul körülbelül 1000 szót megtanított neki, de tőle is nagyon jól tanult oroszul. Annak volt egy unokaöccse, az is magyar volt. Hogy hívta? Itt a napló. Vezetett naplót a börtönbe, és utána ezt nem antedatálta, de leírta röviden. Bolond voltam, hogy ezt a naplót nem másoltam le legalább a Vlagyimirről. Hogy hívták az illetőt? Azt mondja, úgy hívták, hogy Kovács Béla. Most tessék elképzelni, karéliai párt első titkára volt, nem titkolta ezt. Köztörvényes bűnözők is tisztelték. Ő volt az egész hatalmas börtön részlegnek, úgymond a nem hivatalos feje, ő mondta meg, hogy ki hol aludjon, hol legyen a prics, meg mit tudom én mi, mert ő tartott ott félig meddig rendet, persze együttműködve valamennyire a börtönparancsnoksággal. Azt mondta, hogy ilyen rendes ember, mint Kovács Béla nem volt. És Kovács Béla a végén neki megmondta, hogy annyira ockodtam tőled, öreg, az elején. És most úgy megyek, hogyha én bármikor Magyarországon valamit tehetek, ki tudja, hogy alakul a sorsom, kezdjünk el levelezni, vegyük fel a kapcsolatot, te olyan vagy, mint a testvérem. Azt mondja, nem. Én veled nem levelezhetek, én csak rád bajt okozhatok. Csak bajt okozok. És azt, amit nekem nagyon érdekes dolgot, vagy egy másodunoka testvére, vagy unoka, te inkább másodunok, szintén Kovács, ugyanabban a cellában volt, egészen véletlenül kerültek a Gulágon. Az illetőt egyszerűen Pécs környékről Málenki robotra vitték el, és mivel beszélt, anekdotázott, és mit tudom én, mit csinált itt a szovjet hatalmat, hát 48-ban nem jött haza, erős fickó volt, és meg az már valamikor meghalt a végén, amikor a Kovács Bélát kiengedték, akkor halt meg 2 héttel korábban. Ezt mondta legalábbis nekem Kuprianov tábornok. Most tessék elképzelni, ilyen ember, mint Andropov, aki besugott mindenkit, ahol csak volt. Ő jött Magyarországra, és Molotov azt mondja, hogy meg vagyunk veled elégedve. Most kértük a ő felsége, Erzsébet királynőtől, de hát papíron a londoni kormánytól, az agreement, te Andropov, tegezte, ki fogsz menni Londonba. Most Budapest után, ne haragudjanak, én egy magyar patrióta vagyok, Budapest egy gyönyörű város, de egy szovjet diplomátának az ottani hierarchia, tudják, hogy milyen emelkedés ez? Budapest, ez egy hátsó udvar volt akkor Angliához képest, és Magyarország. Angliába kimenni, ez már a nyugatra, a washingtoni követség után az a második, sőt, például Hruscsov szerint Anglia az első hely, mert Angliát nagyon fölértékelték akkor a Szovjetunióban. Nem véletlenül egy nagy hadihajón, pont 56-ban elején Hruscsov és Bulgárin miniszterelnök elmentek Angliába, és azt hitték, hogy ők egy nagy rést fognak ütni Anglián keresztül. Andropov boldog volt, és Rákosi ezt megtudta, egészen berezelt, és fölhívta éjszaka Hruscsovot és Molotovot szilveszterkor.
és azt mondta nekik, akkor én nem fogok mondani, valami ilyesmit mondott. Lehet, hogy ez városi legenda, lehet, hogy nem, lehet, hogy ezt másképp fogalmazta meg. Én úgy hallottam, lehet, hogy ez nem biztos. Én okmányt erről dokumentumot nem láttam. De tény, hogy Andropov nem Londonba kötött ki, hanem kötött Magyarországon, és nagyon nagy szerepe volt neki abba, hogy a magyar események így is leverték volna, így is sok baj lett volna, így is sok kivégzés lett volna, de az, hogy ő berolta, az, hogy Rákosit még haza is akadta egy ideig meg a többieket hozni, az, hogy Kádár kérésére el kellett neki innen takarodni, ez megdöbbentő, ez viszont bizonyítható, ez megdöbbentő, és Kádár élete végén meghalt Andropov, készült egy nagy film, a Magyar TV bemutatta Andropovot, Kádár nyilatkozott, hogy majdnem azt mondta, hogy testvérek voltak, nem igaz. Kádár tartott és félt Andropovtól, és reszketett, amire csak Andropovra gondolt. Mert ennél negatívabb figura, én azt hiszem, hogy Molotov után, Malenkov után, Béria után nagyon kevés embert tudnék én a szovjet vezetés soraiba kiemelni, jellemileg és emberileg, mint Andropov. Most itt voltak szovjet tanácsadók, és 56-ban a szovjetek hoztak egy rendeletet a maguk szempontjából, ne értsék félre, a maguk szempontjából egy ostoba rendeletet. Ez az ostoba rendelet, hogy mindenki, aki tanácsadó volt, családtagostól, mindenestől, mondjuk a családtagokat én megértem, mert harcok vannak, evakuálni kell Budapestről. A repülő, aznap, amikor nekik el kellett hagyni Budapestet, a repülőtér, a Mátyásföldi repülőtér, de a szovjeteknek volt még két nagy repülőterük, a Hajmáskéri repülőtér és a Tököli repülőtér környéke. Ott ők nem tudtak elmenni, és hajóval mentek el. És felvette a Magyar Híradó. És felvette ezt a Magyar Híradó, hát nem különösebb kommentárok nélkül ez lement később ilyen dokumentumfilmekben nyugaton, mert valaki kivitte ezt az anyagot nyugatra és eladta jó pénzért. Hát meg kell nézni ezeket az arcokat. Tömegével. Itt egy nagy szovjet kolónia volt. Az Uránvárosban volt egy csomó délen. Itt majdnem minden nagy üzemben voltak tanácsadók. Rengeteg tudósító volt. Rengeteg belügyes volt. Volt egy orosz iskola. Volt egy Gorki iskola, az egy magyar iskola volt lényegében, de az is egy szovjet iskola volt, és itt voltak tanárok. Nagyon sok diplomata volt. Itt egy hatalmas kémcentrum volt Budapesten. Ezeknek egy jó részüknek el kellett hagyni Magyarországot. De tudják, hogy van az, én most nem merem idézni pontosan az írást, mert van egy ilyen mondás, hogy hogy mondják ezt a maguk köreire, tehát Na mindegy, itt volt a számon ez a mondás, hogy hát mindenek megvan az ideje a köveket szedni, és na mindegy. Tehát mentek ki, és jöttek újak. Szerov tábornok, akinek betítik itt a fizimiskáját, a KGB vezetője, 1956. október 24-én Budapesten termett. Akkor elhozott magával 5 tábornokot, és november 4-én, 3-án pedig még 8 tábornok jött Budapestre. Ezek nem katonák voltak. Katona rengeteg volt, Konyev Mársal csapataival, akik itt voltak a déli hadseregcsoportban, egy részüket ki is vonták, mert volt olyan kis katona és tiszt, még tiszt is, aki szimpatizált a magyar felkelőkkel. Romániából egy külön szovjet hadseregbe jött. Bejöttek szovjet katonák Kárpátalján keresztül, és a végén már ilyen vágott szemű kisfiúk jöttek be, Közép-Ázsiában nem voltak rendesen kiképezve, panaszkodtak a magyar felkelőknek, ha olykor szobáltak velük a szovjet tisztek, azt mondják, kikkel harcolunk mi egy ilyen felkelt nép ellen, akkor nekem kell megtanítani az én kis katonáimat, hogy kell eldobni egy kézigránátot. Ez tényleg volt erre példa, én olvastam naplókat, meg olvastam operatív jelentéseket, ezek publikálva is vannak részint orosz nyelven, hogy ezeket a tiszteket sokat beszéltek, meg barátkoztak magyarokkal, ezeket abban a pillanatban kivitték Magyarországra, többek hadbíróság elé kerültek. A KGB tábornokok nem akárkik volt, ezek nem egyszerű generálisok voltak. Az egyikük, nevek feleslegesek, mert nem mondhatom orosz nevekkel, én úgy vagyok már lassan, hogy kívülről tudom az illetők nevét, megvannak a fél, megszereztem egészen véletlenül az ő biográfiájukat. Nem lehet most sem kutatni, sem a GRIO, a katonai hírszerzés, sem a civil hírszerzés a volt KGB archívumban.
De képzeljék el, ezek megkapták decemberben, 56 decemberében a legnagyobb kitüntetéseket. Többen a Szovjetunió hősei lettek. Volt, aki Szuvorov rendet kapott, mint ez a gazember Iván Szerov tábornok, aki irányította sokban Konyev Marsal mellett a magyarországi megtorlásokat. Noha, amikor Sztálin létrehozta a Szuvorov rendet és a Kutuzov rendet, oda volt írva, hogy csak frontparancsnokoknak lehetőleg, hadseregparancsnokoknak, és csak nagyon nagy művészettel, nagyon nagy elánnal és nagyon ügyesen végrehajtott csaták megnyeréséért. Most szép kis csaták megnyerése, hogy valaki bemegy Mátyásföldre vagy Tökölön keresztül, és ott elkezdi a Juta dombon lőni a magyar kiskatonákat, vagy mit tudom én, civileket lefogni, kivégezni, stb. Ezek azért nem voltak olyan hadműveletek. Magyar felkelők nagyon komolyan ellenálltak. A szovjet katonai vezetés, ez most nem az előadás része, de hát nagyon ostobán bevitték, nem is érte második világháborút megjárt sokban kiváló vezérkari tisztek is voltak Magyarországon. De a parancsnok Konyev gyorsan akarta levenni, nagyot akart dobbantani, Zsukov a legnagyobb riválisa volt a hadügyén, ő volt a magyarországi megtorlás egyes számú katonai vezetője, és ő nem nézte Konyev azt, hogyha ő beviszi a tankokat a Práter utcába, a Tűzoltó utcába, az Üllői út mellékutcáiba, ott nincs az a gimnazista gyerek, akinek kezében van, mit tudom én, egy Molotov koktél, kitanították őket, az idősebb felkelők, hát egyszerűen oda dobták, és ezeknek vég van. Más kérdés, hogy a másik tank pedig így fölment, és végigkaszálta két-három emeletet, és hogyha jöttek arra szerencsétlen emberek, később elkapták őket, és esetleg kenyérért ment sorba, és kivégezték, ez egy másik kérdés. Na most jöttek ezek a tábornok, nem akárkik. Az egyikük a szovjet titkos rendőrség feje. A másikuk Moszkva KGB főnöke, vagyis politikai rendőrség főnöke. A harmadik az egész szovjet határőrség főparancsnoka. A negyedik a szovjet hírszerzés helyettes vezetője. Ezek ilyen tábornokok voltak. Ezek az KGB-nek, a titkos szolgálatoknak az elit elitje, plusz a Gériónak, a katonai hírszerzésnek több tábornoka, de ők nem vegyültek a civilekkel. Hát én azt mondom, hogy volt is köztük elég nagy utálat, azt hiszem, tán még de ez mindenhol a katonai hírszerzés mindig rivalizál, hát gondoljunk Kanáriszra, aki hogy rivalizált civil német hírszerzés vezetővel és tovább. Ugyanez volt a, például Angliában is. A flotta fedést adott a különböző hírszerzésnek, ők a diplomata fedésben dolgozó angliai hírszerzőket utálták. Ez rivalizálás. Na most Szerov tábornoknak nagyon nagy szerepe volt, én mindjárt rátérek egy-két idézetre, a végén mindig, úgy emlékeznek, mindig a végén egy pár idézettel szoktuk lezárni a dolgot. Szerov tábornok a magyar forradalom leverésében fontos szerepet játszott, kegyetlen és véres szerepet játszott, és meg kell mondani, a maga módján ügyes szerepet játszott. Szerov tábornok ugyanis nem volt egy koncepciózus ember, olyan biográfiája van, én most részletesen nem térek rá, ő egy hadmérnök volt, ő egy tüzértiszt volt, ő nem volt belügyes egész 38-ig. Ő egy kitűnő katona volt. Az lett, a szovjet, amikor a tisztogatás elérte a szovjet államvédelmet, és Béria emberei jöttek, és a Jezsov embereit kivégezték. Szerov egyik pillanatról a másikra Moszkva helyettes rendőrfőnöke, majd az egész Szovjetunió helyettes rendőrfőnöke, majd Ukrajna belügyi népbiztosa, és Hruscsov jó barátja volt, és cinkos társa, és amikor Hruscsov a szovjet párt élére került, 54-ben Szerovból csinált KGB főnököt. A desztalinizáció jegyében. Micsoda morbid dolog, az a Szerov a rehabilitációt, az ártatlanul kivégzett emberek mondjuk ügyei felülvizsgálatát irányította egy ideig, aki A. Akkor bevonultak a szovjetek Lengyelországban, sokban az ő lelkét szárad, a lengyelek kitelepítése, kivégzése. B. Észak-Kaukázus népei deportálását ő irányította. C. A Krím félszigeten nem elégedett meg azzal, hogy a krími tatárokat onnan deportálják, és ilyenkor meghal a populáció 10-20-30-40%-a, a csecseneké 40%, az ingusséki 30%, a görögöké
fekete tengerparti Görögöki 10, meghal útközben, meghal az első két évben. Ez egy szörnyű dolog, ez egy kollektív büntetés. Szerov nem elégedett meg, hogy őrá bízták a krími tatárok kitelepítését, és Szerov pedig azt javasolta, hogy a Krím-félszigeten élő görögök, örmények, és én még találtam 45 magyart, de hát ez egy töredék ahhoz, hogy milyen sok más náció képviselő, maradék németek, ezeket mind ki kell telepíteni, kollektíve meg kell büntetni. És Szerov Németországban a háború után rendkívül sokat rabolt. Amikor volt egy vizsgálat utána, ő képes volt az egyik kis német fejedelemség, a fejedelem volt már, és a felesége, de a fejedelemség már nem volt, már Weimari köztársaság volt, később stb. Házkutatást tartani egy kastélyban, ahol a volt fejedelemét megtalálta az aranykoronát, mivel ő ezt nem merte úgy ellopni Zusammen, akkor vette és beolvasztatta, hogy ez egy rúd arany legyen. Ő annyit lopott, hogy elképzelhetsz, nála nagyobbat csak, elnézést halkan mondom, Zsukov marsal lopott, mert amikor nála Sztálin illegálisan csináltatott egy házkutatást, akkor a belügyes tisztek, akik szintén loptak sokat, hát a háború alatt meg voltak döbbenve, hogy annyi trófea idézőjelben, olyan képek, olyan festmények, és annyi gyűrű, és annyi ékszer, és annyi minden van, hogy hát ez egy ott nyaralójában összegyűjtve, hogy ez egy kisebb-nagyobb múzeum is megirigyelné ezt az egészet. Na most Szerov tábornok Sztálin kedvence volt, Sztálin nem engedte, hogy Béria hozzányúljon, és Szerov végül is Hruscsov kedvence lett, és így lett ő a szovjet KGB főnöke a desztalinizáció jegyében. Ez egy morbid dolog, ez véd, és Szerov megérkezik Magyarországra. Magyarországra ő már bőven nem rabolni jött, Magyarországon átvette, miért mondom a maga módján ügyesen, ő átvette a németországi szovjet megszállás struktúráját. Először úgy volt, hogy a szovjetek nem bíztak Kádárba még, nem azért, mert politikailag nem bíztak benne, hanem ne tartották elég ügyes fickónak, így mondta Hruscsov. Baj lesz, Kádár megbízható ember, de valahogy már úgy volt, hogy teljesen átveszik a német megszállás 45-46 első évek megszállásának a struktúráját, és november végén, egészen december elején már minden nagyobb szovjet minisztérium, még a folyami hajózási minisztérium és a geológiai minisztérium is egy miniszter helyettest delegált Magyarországra. Ezek katonai egyenruhákat viseltek. Már Magyarországra egy egész vasutas hadosztály is jött, hogy behívtak, mi az, hogy vasutas hadosztály? Behívtak vasutasokat, katonai uniform is, hogyha a magyar vasút elkezd sztrájkolni, de még Magyarországra egy csomó bányamérnököt is hoztak, hogyha leállnak a magyar bányászok, és az elején nagy sztrájkok voltak, ők átveszik az egészet. És Szerov átvette ezt a német struktúrát, bármint német, a szovjetek hogy kormányozták Kelet-Németországot és keleti megszállási zónát, 7 nagy operatív körzetre osztotta Magyarországot, pontosan úgy, ahogy Németországot annak idején operatív körzetekre osztották, és minden nagyobb német nagyvárosban volt egy szovjet komendáns. Itt pontosan egy pár hónapig ugyanez volt, és csak később, amikor ez az egész csőr elment innen, megszűntek ezek az operatív körzetek. És mondok egy példát, csak egy Guszkov nevű tábornok, ő az egyedüli, aki írt erről memoárt, egy ilyen kis vékony füzetecskét, igencsak gyenge, nem nagyon tudtam használni, de van egy pár, ő leírta, hogy Pécset hogy működött ez az operatív körzet. Ő lement Pécsre 20 belügyessel, 20 KGB tiszttel. Pécsre viszont bement egy szovjet páncélozott hadosztály. Annak egy tábornok második világháborút megjárt, Mandzsúriában, később Kínában szolgált szovjet tábornok volt a parancsnoka. És a Guszkov nem ő az ő belügyi embere lett, hanem ő lett a főnök, és a szovjet tábornok haptákba vágta, gondolom én magát, de mindesetre neki be volt osztva. És gyakorlatilag a magyar pártszervezetet Pécset és környékén nem a Kádár huszárok csinálták meg, hanem sokban ez a Guszkov, mert neki ott voltak a szakértők, ő Németországban volt, gondolom, egy városnak a parancsnoka, gondolom önnagy rangba, most már én nem emlékszem erre, hogy írja-e ezt vagy nem, azt hiszem, hogy ezt nem is írja, és érdekes módon ő így csinálta ezt sokban meg. Honnan
tudom, hogy kik voltak ezek, és hogy döbbentem rá az életrajzukat. Nem lehet ezeket kutatni, ezeket, még most sem az 56-os dolgokat. De december végén Szeru volt, az összes tábornokot volt, aki a Szovjetunió hőse lett. Konyev Marsal egy arancsillagot kapott magyar forradalom leverésért, és mások is, Szovjetunió hőse, részletesen az életrajzukat letközlik, egy ilyen külön kiadványba, ez kutatható. Ott viszont tőlük bekértek információt, mindenki saját maga nyújtott információt, mert ilyen rövid idő alatt hát nem lehetett kikutatni, meg hát általában az ember saját magáról sokkal pontosabban tudja, hogy ekkor voltam őrvezető, ekkor voltam őrnagy, Németországban szolgáltam, Ausztriában szolgáltam, Baden-Wien-ben szolgáltam, ami az ausztriai megszállás központja volt, és ők részletesen, mivel nem rég volt a magyar forradalom, és ezért kapták a kitüntetést, voltak olyan ostobák, hogy részletesen leírtak, hogy Budapesten és vidéken mit műveltek. Tehát onnan tudom nagyjából, hogy ezek mit csináltak. Onnantól kezdve már elég könnyű volt egy pár embernek, hogy utána menni, mi lett az ő sorsuk. Na most szovjet megtorlás. Szovjet megtorlás. Az első kihallgatásokat és a letartóztatásokat a magyar fél sokszor nem is végezhette. Bőven voltak 49-ben Paszkevics tábornok, amikor bejött, például Zicsi grófékat, másokat, Forgácsot, mit tudom én, kiket még, akik segítették franciául jó és németül jó tudó cári orosz tiszteket, tábornokokat eligazodni, hogy a görgei hadosztály ott van, vagy ez ott van, ez ott van. Ezeket elneveztek egy kifejezés, hogy muszkavezetők. És ezek is találtak itt annyi muszkavezetőt, maga Szerov, mindjárt rátérek, hogy az ő emlékiratai miért jelentek meg csak most, és hogy kerültek elő. Maga Szerov tábornok leírja, hogy amikor ő a parlamentet el akarta foglalni, akkor a Jutadombnál magyar tüzérek elkezdték lőni a fölvezető kocsikat. És elszólja magát, és ennek már nagyon könnyű volt utána az nekem aztán később, bizonyott rengeteg magyar AVH-s és más tiszt volt, akik sajnos nem egy, nem kettő, és még nem is 25, hanem nagyon sok, több mint 100 ember, akik fölvezették a szovjet oszlopot, hadoszlopot. És a Szerov elérzékenyült, és ezeket a magyarokat és némely szovjetet, akiket eltalálták a Jutadombot védő magyar kiskatonák és tisztek, ezek letették a légelhárító ütegeteket a földönre, és lőtték, és nagyon Szerov maga irányította ezt a harcot, de úgy látszik, hogy már elszokott katonai dolgoktól, akkor Szerov ásatott sírokat, és oda vitte nem Malétert, hanem a Maléter által Maléterrel együtt letartóztatott többi magyar tisztet, és azt mondta, hogy ez a ti művetek, és hogy szégyeljétek magatokat, és mert nagyon teatrális volt. Ezért késett 2 órát. Ezért tudtak Nagy Imrék, bár a jugoszláv követségbe is csalta őket, és ezért tudott Mindszenty herceg primás bíboros úr, ezért tudtak mások is elmenekülni és a parlamentből kimenni és bemenni adott esetben vagy az amerikai követségre, vagy a jugoszlávia követésre. Én már használtam ezt a kifejezést, egy legjobb barátom szokta használni, rám ragadt, a nem matyuhímzés. Hát az amerikaiak sem voltak matyuhímzés, amikor Kovács Béla, az említett Kovács Béla bement, és más magyar politikusok, nem olyan rangosok, bementek az amerikai követségen, hát bizony kijött egy magyarul jó tudó, tehát magyar származású félig amerikai diplomata, és azt mondta, hogy kint tágassoboroljon. Nem fogadták be. Amikor a Maléter özve, hát későbbi özvegye, akkor még élt Maléter, Maléter felesége, valamint egy Farkas nevű parasztpárti képviselő, meg még egy páran, Budán, az olasz követség, az olasz követ rezidenciájára, meg a belga követségre tárni és a rezidenciára bementek, ott voltak egy pár napig, és utána megmondták nekik, kint tágasabb. Vagy elvitték őket azonnal, vagy nem. Ezek csúnya történetek, és óriási volt a szolidaritás Magyarországgal, óriási. De ne idealizáljuk a nyugatot, mert most már én rátérek a forrásokra, csak én még elmondom, hogy miért idézem pont Szerov emlékiratait. Pár évvel ezelőtt, nem olyan sok évvel ezelőtt, Szerov unokája, aki még él, nagyjából nálam talán 10 évvel fiatalabb is, unokája, nem lánya, él Moszkvában, egy nagyon gazdag nő, mert nem azért gazdag, mert Szerovtól örökölt, mert Szerovnál volt Hruscsov alatt később, meg később is házkutatást, azért értekek egy jó részét elvitték, összerabolt, nagyon gazdag volt Szerov.
de ő azért volt gazdag, mert ki emlékszik, hogy volt ilyen Moiszejv együttes? Volt ilyen, ugye az jó volt? Na, meg volt a Vörös Hadsereg, Alekszandrov együttes, emlékeznek erre? Na, mind a kettőnek ő volt a szólistája egyszer, nem egyszerre, hanem először itt, aztán ott. Hát képzeljék el, akkor már végigjárta a Nyugatot ez a hölgy. Szép nő volt egyébként, most már romokba persze. Én nem mondom, hogy a nők előbb öregszenek. Szerintem a férfiak előbb hűlnek a nők, meg fiatalodnak. Na mindegy. És ő egy kirgizekből álló brigádot, egy jugoszláv mérnök, micsoda moszkvai sztori vezetésével fölfogadott, hogy nézett, Jevro Remontot csinálják. Mi az, hogy Jevro Remont? Hát ezek kirgizek voltak. Az egy európai módon megtartott felújítás. A Remont, az nem ősi orosz kifejezés, az eurós Jevro, az eurót is jelent, meg Európát is. Na mindegy. Látom már a kolléginám mutat nekem, csúnyán néz rám, hogy véget ér már lassan. Még lehet egy kicsit? És akkor az egyik kirgiz fiú addig verte a falat, amíg látott két nagy bőröndöt befalaszva. Nem anekdóta. És ez volt a Szerov naplói. És a nő ezt először nem vette föl, fölmérte a piacot, szövetkezett egy újságíróval, nem is egy történésszel, és ők sajtó alá rendezték a naplókat. Sok mindent kihagytak. De nekem alkalmam volt, mert összebarátkoztam egy kicsit a nővel, és nem engedett haza, de egyszer eljött, egyszer, hát összesen kétszer találkoztam vele, telefonon többször beszéltem, egyszer eljött másodjára, először gyanakva volt, egy étterembe, és miután már megjelent ez könyvalakban, elhozta nekem a bőröndöt, mert én azt akartam megnézni, hogy a magyar részeknél van a kiadott példányban kipontozások. Ez hamisított vagy nem? Valami, nem maradt semmi lényeges, redundanciák, ismétlések. Se a magyar résznél. Belenéztem más részekbe, ott már kimaradtak, de szintén hát nem lehet több ezer oldalt kiadni, így is nagyon jó válogatott szöveg. Szerov vezetett naplót Budapesten is, 56-ban is. Utólag ezt a naplót egy kicsit kiegészítette. Ahogy múltak az évek, bátrabb lett. Napló vezetés közben mondjuk Hruscsovról, másokról írt csúnya dolgokat, de azért annyit nem is. Magyarországról, Kádárról például nem mert milyen mindenféle dolgokat leírni. Mindjárt idézek ebből. És de nekem sikerült megállapítani, hogy ez nem hamis napló, és nem antidatált napló. Azt mondta a nőnek, hogy én esetleg a filmet csinálok 56-ról, szeretném ezt a naplót, a magyar oldalokat, egy párat, azt mondja, csak négyet, ötöt, igen, mind illusztrációt választani. Magyar követség sofőrje, akivel jobb a viszonyban kerültem, elment velem, én nem értek hozzá, mert én teljesen nem vagyok egy info, megint csak nekem van egy ismerősöm, aki azt mondja, hogy Miklós, informatikusként működök a szüleimnél, te úgy látszik a szüleim generációjához tartozol, meg hát nem tudom megtanulni az okostelefonnal, hogy kell bánni, na minden. De ez egy jó fej volt, és vette az okostelefont, és én megmondtam neki, hogy körülbelül milyen oldalakat, és ő ezeket teljes oldalban így le, és én összevetettem otthon nyugodt, hogy nem csalás, nem ámítás, pontosan így van. Én most ezekből a szeroféle dolgokból egy pár részletet felolvasok nekik. Ez tényleg sajnos régebben nálunk, nem csak a Rákosi rendszerben, akkor majd külön világ volt, de Kádár rendszerben is ostoba, unalmas, ciril betűkkel le volt valamit írva, volt egy két ország közötti megállapodás, hát komolyan mondom, kötelező volt megjelentetni. Én például ezt a szerof naplót kiadnám most magyarul. Ne értsék félre, nekem nem ideálom és nem hősöm, ez egy utolsó gazember volt a Szerov. De a Szerov napló forrásértékű. És az, hogy ő nem csak Magyarországot leírja, a Katini mészárlástól kezdve a tatárok kitelepítésen át Hruscsov és Sztálin hétköznapjai bőven benne vannak. Tehát Iván Szerov azt írja, Szolnok. Miután a forradalmi kormány feje Szolnok negyedike, ötödike. Miután a ez csak egy bekezdés felolvasok, hogy nagyjából hogy néz ki egy ilyen napló, ő hogy írta. Ezt akkor írta. Kádárnál akkor azt írta, hogy elvtárs. De az, hogy a Kádár a Nagy Imréért felelős nem csak elvben, hanem konkrétan is, meg akart szabadulni egy riválistól, ezt ő leírta később már, amikor már öreg volt, és amikor már Gorbacsov került hatalomra, akkor ezt lemerte írni. Betoldás volt, érdekes módon. Tehát mondom,
Szolnok 5-e. Miután a forradalmi kormány feje kádárártás megérkezett elvtársaival együtt Szolnokra, a Konyev törzskar közelében helyezkedett el. Felhívtam Konyevet, és azt mondtam, oda repülök hozzá. November 5-én reggel ott vártak engem a repülőtéren. A törzskarhoz vittek. Körülötte vagy egy tucat tankot láttam meg, kocsikat. Szóval nagy volt az összevisszaság. Miután szót váltottunk Iván Konyevvel, azt mondtam neki, hívja csak be a magyar vezetőket. Most képzeljük el, micsoda stílus. Hívja csak be a magyar vezetőket. Velük is kedvem van elbeszélgetni. És akkor én most elolvasom ezt, de én nem fordítottam le a tövebb, és a Kádár meg a többiek behúzott nyakkal bementek oda, és bokáztak. Na mindegy. Tehát hívja csak be a magyar vezetőket. Velük is kedvem lenne elbeszélgetni. Egy ilyen jelenet az olyan, mint egy kis novella. Ez nagyon érzékeli az akkori napokat, hogy ezek micsoda, ez tényleg egy pribékek is voltak, de ugyanakkor szolgák is voltak. Amikor ők mindnyájan előkerültek, információval álltam elő. Nem ők informáltak Kádárral az élén, hogy hogyan fogunk küzdeni a ellenforradalom ellen, hanem én, tehát magyarán ő kiosztotta nekik a lapokat. Azt mondtam, Nagy Imre és Csürhéje ott dekkol a jugoszláv követségen. A megyékben kezd helyreállni a rend. A Korvin köz környékén a felkelők még ellenállnak, ezért is a miénk kénytelenek bevenni a tűzérséget. Kádár elvtárs okosan bólogatott, nem mert megszólalni. Na most, de hogy a szovjetek azért nem rajongtak a saját magyar, hogy mondjam, muszka vezetőkért, én hadd olvassak fel egy másik forrást, mégis, mielőtt, még tényleg hadd legyen egy 5 percem, jó? Mielőtt még Szerovot idézem. Győri szovjet garnizon állambiztonsági összekötője 1956. november 6-án ezt jelentette feleztetteseinek. Idézem. A megyei pártbizottságot csupán kinevezték, és nem választották meg. Hát kit nevezték ki? A szovjetek. Az intéző bizottság 6 főből áll. Köztük 4 olyan politikát folytatnak, amely célul tűzte ki a kormány intézkedéseinek aláaknázását. Ez az MSMP, ez a Kádár-féle intéző bizottság. És a szovjet összekötő azt írja, 4 olyan politikát folytatnak, amely célul tűzte ki a kormány intézkedéseinek az aláaknázását. Úgy épült a párt, hogy először ez a 6, és utána még 10, és utána így körbe. Ugyan ők szorgalmazták, hogy a szovjet csapatok minél előbb vonuljanak ki Magyarországról. Egy Kéri nevű ügyész ez idő alatt nem volt hajlandó aláírni egyetlen egy letartóztatási végzést. Kijelentette, nem is lesz hajlandó megtenni ezt politikai indokok alapján. A rendőrség rosszul dolgozik, igaz nem élvezi sem a helyi hatóságok, sem pedig a megyei pártbizottság támogatását. A katonai hatóságaink által letartóztattakat a rendőrök azonnal kiengedik. Tehát ez is bizonyítja, hogy mennyire nem csak, hogy a szovjeteknek nem, hogy mondjam, a szovjeteknek nem az volt csak a céljuk, hogy Kádárékat hatalomra tegyék, az volt a céljuk, hogy ők verjék le, ők maguk verjék le a magyar forradalmat. És részlet Iván Szerov kéziratban maradt naplójából. Ez véletlenül nem került be a könyvbe, ez nekem szerencsé volt, de nem azért, mert ez az egy, ami kimaradt a magyar részből. Megállapodtunk az amerikaiakkal, hogy Magyarország a mi befolyási övezetünk, s nem fognak minket ott zavarni. Ennek köszönhetően, miután egyeztettem Hruscsov elvtárssal, lefújtam azt az akciót, amelynek értelmében kiemeltük volna Mindszentit az amerikai követség épületéből. Az elmaradt akciót Alexander Korotkov és Vladimir Vertyiporov készítették elő. Mellesleg végig kontrollálhattuk a budapesti amerikai követség rejtjeles levelezését Washingtonnál. Nem úgy akartak persze ők intézkedni, hogy kiemelik Nagy Imrét, bocsánat, Mindszenty József bíborosodat, a követségre, hogy betörnek oda és kiviszik, szó sincs róla. Bár a jugoszláv követséget majdnem megtették ezt is Nagy Imrékkel. Nem. Jugoszlávok persze segítkeztek, és ők kimentek maguk. Nem arról volt szó, hogy ők beküldtek volna oda provokátorokat, magyarokat, akik katolikus színben, civilek, nem papok, álcázva, fölvetették volna a bíborosodnak, hogy ki tudják őt kocsival vinni a követségre.
Én szerintem ez nem ment volna, mert nagyon részletesen tudjuk most már napra, sőt órára, mint Szent József bíboros úr ottani tartózkodását, szerintem ő ebben nem is ment volna bele. Pláne novemberben, pláne decemberben. De ők, nekik ez volt az akciójuk, és akkor az volt, hogy kiviszik őt, kocsival elindulnak mondjuk a mostani Szabadságtérről, mondjuk a körúton, és valahol az Üllői útnál két tank elállja az útjukat, és ahogy mondja, kiemeljük, mint Szent József hercegprímást. Most ez nem sikerült, de ez volt a tervük. Hölgyeim és uraim, ennyi telt mára. Köszönöm szépen. Folytatjuk, és jöjjenek el legközelebb is. Köszönöm szépen.